és innen a konyhából folytatjuk, a kis mobil konyhánkból, Ripper Felit köszönjük. Hello. Akiről, hogy tudjuk, hogy életmódot váltott, hát szó volt arról is, hogy te hamarosan doktor Ripper Ferenc leszel, erről majd beszélünk, hogy hogy áll a suli, de az életmódváltásnak köszönhetően remek formában vagy, nagyon gyorsan gyógyul a sebed, a homlokodon már semmit nem lehet látni. Viszont mit készítesz nekünk? Hát mivel mobil konyháról beszélünk, és mivel nyár van, és az emberek nem szeretik túlterhelni a hasukat, mint ahogy én sem, úgy gondoltam, hogy egy zöld salátát készítünk, mert minden, ami zöld, az egészséges, és hozzá az avokádót veszük főszereplőnek, hiszen az egészséges savak, a zsírsavak, azok nagyon fontosak a szervezetünknek, úgyhogy egy ilyen mexikai guacamole salátát készítünk, egy ilyen kis szalsza-szerű öntetet a salátára, hozzá friss paradicsomot, isteni finom ízvilágot produkálunk, és hát természetesen az áfonyát nem hagyjuk ki, hiszen kell azért egy kis antioxidáns szervezetnek. De nem üti egymást a kettő, hogy áfonyát teszel ezekhez a dolgokhoz? Nem, az áfonya a béfonyát üti, úgyhogy igazából az nagyon jól megy együtt. Nagyon kevés gyümölcsöt eszünk a ketogén étrendben, de az a helyzet, hogy gyümölcsök tele vannak gyümölcscukorral, ezért megpróbáljuk redukálni őket. Viszont ez a gyönyörűség, ez is gyümölcs. Nem tudom, hogy tudtátok, ez nem zöldség, hanem gyümölcs. Jó magas zsírtartalma van. Így van, és nagyon finomat lehet belőle készíteni. Szóval, hogy magas a zsírtartalma, bocsánat. Nem, hiszen a magas zsírtartalmú ételekre helyezzük a hangsúlyt a múltkori pizzám, és amit készítettem, az is így alakult, és bizony nagyon fontos, hogy a zsírok azok megfelelő arányban legyenek. Igen, a zsírt, ha esszük, attól nem leszünk dagik, ez a lényeg, hanem a felhalmozott szénhidrátoktól növekszik a zsírtartalmunk. Úgyhogy a zsírok azok egészségesek. Na, én nem mondom vagyok, hogy kezdjük el. Jó, én akár szívesen segítek meg, szerintem Luca is, csak akkor nem tudom a mikrofont, persze, hogy tartsuk, de mondd, hát hogy egyikünk segít a másikunkkal. Én átveszem a mikrofont, és akkor Luca megfogja és ketté vágja ezt az avokádót. Nem úgy. Nem. Éppen nagy magja van, Luca. Van egy nagy figyelj. Magja. De hogy kezdjük így, nem? Nem. Hanem megmutathatom neki, igen, hogy mutassam meg. Azt is megfogom. Két mikrofonos vagyok. Tessék. Képzeld, én avokádóval még nem dolgoztam soha. Bizony, eddig nagyon profin csinálja, egész magig. Igen. És utána ez már elég jó ahhoz, hogy így ketté menjen. Igen, azt tudni, nem azt így ketté kell kicsit csavarni. Igen, az avokádot meg lehet tudni, hogy kipattintod a kis közepét, akkor látod, hogy az jó-e vagy rossz. Ha ilyen világos zöld, akkor tökéletes. Úgyhogy ez nagyon jó, itt is meg lehet nézni, ezt pattints ki, és akkor, hogyha jó ott a színe, világos barna vagy barna, akkor tökéletes az avokádó. Aha, na most már ezt is tudom. És akkor ezt kanálaszt szedjük ki, vagy mit csináljuk vele? Igen, szerintem az kanálaszt ki, légy kedves, és az szerintem mehet bele ide. És akkor ebből egy avokádó krémet fogunk készíteni? Igen, egy mexikói szalsza krémet, amiben rakunk bele egy kis paprikát, egy kis paradicsomot. Megbarul, az jó egyébként? Van, nincsen baj. Szerintem azt bele lehet rakni, igen, mert külsérelményom nincs rajta, és igazából az avokádó elkezd érni, és hát a zöldségek máshogy halnak meg, mint az állatok vagy az emberek. Ők szép lassan elkezdik elveszíteni azt a sejt struktúrájukat, ami egybe tartja őket, főleg a klorofilt veszítik el hamarosan. Nagy bánatomra kisfiadat Herkules nem hoztad el. Ő például vevő ezekre az ételekre? Tehát nyilván ugye a kisgyerekek általában a bolonyai spagetti és a rendtartusi sült krumplival a menő. Nagyon érdekes, hogy a példamutatás az minden esetben működik, hiszen ő azt látja, hogy én ilyeneket eszem, és a környezetemben is ilyenek fogynak, és azt mondja, hogy na jó, hát akkor megkóstolom. És megkóstolja, és utána azt mondja, ez finom, és így kvázi saját tapasztalata útján terelem rá arra, amit egyébként lehetne erőszakkal, hogy ne ez van, ezt teszed, meg ami a tányérodon van, de ezek olyan régi gondolkodásmódok, az tökéletes, azt így szétnyomod, kell majd még egy hozzá. És akkor ahhoz azt megy a lapadicsom. Mert látod, hogy azt én vágom, igen, most már meg tudom mutatni, hogy ilyen ügyes akkor vagyok. Tessék, én meg akkor ilyen fogom tökéletesen. Figyelj, áruld el, könyörgöm, áruld el a nézőknek is. Lehet, hogy már tudják, én most tudtam csak meg, hogy a gyereked neve miért Herkules, mert ennél csodálatosabb történet kevés van. Hát a gyerekem neve nem azért lett Herkules, mert Herkules apukáját Zeusnak hívták. Hát magamról. Zeus! Igen, ő egy indigó gyerek, és nagyon nehezen került ide erre a földre, és hát úgy gondoltam, hogy ezt a megpróbáltatást, illetve ezt az egészet, amit ő végigment, hogy ide leszülethessen, megfelelő méltóképpen kell honorálni, és majd ő eldönti, hogy melyik nevét használja az életében. Egyébként az a jó, hogy ilyen nyitott erre, hogy ezeket az érdekes cuccaidat, amiket mondjuk felnőttként azt mondom, hogy megeszem, persze, de gyerekként ezek ilyen
nem? Abszolút, abszolút készítek csokoládét, és a csokoládéért például rajong. És van egy nagyon finom csoki, igen, hiába nézel, mert majd azt meg fogom csinálni legközelebb. Egyébként az avokádóval is egy nagyon finom csoki krémet lehet csinálni. Oda nézd, micsoda szép kis scoopokat hoz belőle. Ez nagyon jó, ezt sokáig tanuljuk, hogy mire ilyen szép formákat hozunk ki belőle. A jövünk állam egyébként mindjárt vissza hozzád, úgyhogy én most itt hagylak. Jó. Meg szerintem Luca is. Rendben, én pedig várlak titeket szeretettel. És akkor folyt köv, jó? Rendben, jövünk én vissza. Addig dolgozom. Köszönjük szépen.